Tatabánya megyei jogú város önkormányzata megkezdte a 2014 és 2020 közötti időszakra érvényes településfejlesztési koncepciónak és az integrált településfejlesztési stratégiájának elkészítését. A tervek megalkotására a város önkormányzata közel 40 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert el a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázatán. Nem nekünk a polgármesteri hivatalban egyedül a feladatunk, hogy kitűzzük a célokat, hogy mit szeretnénk elérni 2020-ban, hanem ezt egy párbeszéd folyamán kell kialakítanunk, és amikor tudjuk, hogy mik a céljaink, akkor ehhez szükséges hozzáigazítani, az, hogy hogyan tudjuk ehhez a legtöbb forrást elérni. De természetesen itt el kell, hogy mondjuk azt, hogy egy továbbra is egy fejlődő, modern iparvárossá szeretnénk válni, ahol mind a kutatásfejlesztés, mind a kis és középvállalkozások, mind a nagyvállalatok jól érzik magukat. De nem csak ők, hanem ezeknek a vállalatoknak a dolgozói is. Egy igazi családbarát településre szeretnénk válni, és ehhez a városi infrastruktúrát kialakítani, akár a közterületeket, akár a közösségi tereket, mint a Vértes Agórája vagy a Népház épülete, és természetesen szeretnénk az elkövetkező időszakban a nehézipar itt maradt, hát nem mondanám azt, hogy műemlékeit, hanem emlékeit vagy hasznosítani, vagy pedig eltüntetni. A projekt indítónak 2014 és 20 közötti időszakra tervezett koncepció és fejlesztési stratégia várható tervezési ütemét, valamint az érintett időszakra vonatkozó, az operatív programok által meghatározott várható fejlesztési kereteket is bemutatták. Mi vagyunk a Tatabánya tervező cége, akinek az a feladata, hogy a polgármester úr által említett városfejlesztési koncepciót és integrált városfejlesztési stratégiát elkészítsük ennek a projektnek a keretében, és ezzel párhuzamosan azokat a gazdaságfejlesztési és egyéb programokat segítsünk megfogalmazni, amelyekkel a 2014-2020-as időszakban a város vagy Európai Uniós forrásokért tud folyamodni, vagy saját forrásokat tud ezeknek az érdekében mozgósítani.